miért jött Jézus Krisztus a világra? A győzelemért, hogy legyőzze a rosszat. De nem egy maga, hanem hogy a győzelem titkát mindenkivel meg is oszthassa, hogy mi is győzhetünk. Jézus Krisztus és az egyházi vezetők. Jézus korában a zsidó egyházat egy 70 tagú főtanács vezette, a 71. volt a főpap. Ezt Sanhedrinnek, görögül Szinodrionnak hívták. Jézus azonban nem hozzájuk ment, nem Jeruzsálembe. A Jordán partján lépett fel, és egy több hónapja ott működő keresztelő János mutatta be a népnek, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. Miért nem ment Jézus az egyházi vezetőköz tanácsot kérni, hogy milyen tanítványokat gyűjtsön maga köré? Azokat is maga választotta. Aztán ezek az egyházi vezetők heves vitába bonyolódtak vele. És végül is ők ítélték el, ők javasolták Pilátusnak a halálos ítéletet. Milyen volt tehát Jézus és az egyházi vezetőknek a viszonya? Jézus elfogadta azt, hogy legyen állam, nem volt anarchista, elfogadta azt, hogy legyen egyház. Hiszen az egyházat maga Isten alapította az Ószövetségben, Ábrahámnak a leszármazottaiból a zsidó népet, a zsidó egyházat. Jézus nem volt állam és egyház ellenes. És Jézus mindenkit szeretett, de igaz módon szeretett. Tehát nem emberi szeretettel, hanem felelős szeretettel, igazsággal párosult szeretettel. Jézus Világosan hirdette, hogy az egyházban senkit se nevezzenek atyának, mert egy atyánk van az Isten. Senkit se nevezzenek mesternek, mert egy mester van a Krisztus. Mindannyian testvérek, akik a keresztény egyházban vannak és rögtön hozzátette itt Máté Evangélium a 23. fejezete szerint, hogy az egyháznak nem úgy kell felépülnie, mint az államnak. Az állam ilyen piramidális szerkezet szerint épül fel, hogy alulról fölfelé törnek azok, akik hatalmat, befolyást akarnak szerezni maguknak. Az egyház azonban ne ilyen legyen. A világon uralkodnak az uralkodók, de ti köztetek ne ez legyen, mondta Jézus még az utolsó vacsorán is. Aki köztetek nagy akar lenni, az legyen minden ki szolgálja? Nos, ez a fordított piramis, ez volt Jézus egyházhoz való viszonyának az alapja. Jézus azt tekintette nagynak az egyházi vezetők között, aki szolgálni tud. De volt-e ilyen egyházi vezető? Volt-e ilyen, aki nem élt vissza hatalmával? Hát mindjárt a zsidó nép első főpapja Áron is 1500 évvel azelőtt, hogy belesodródott az aranyborjú imádásába, sőt, maga szentesítette azt. És aztán Jézusig letel több évszázad során hány és hány egyházi vezető és testület hazudtolta meg az Isten által adott törvényeket és parancsolatokat. És Jézus idején is egy annás után kajafása veje volt, volt az egyház vezető, és a 70 tagú főtanácsból is összesen két ember rokon szenvezett Jézussal, két ember tért meg, Arimatei József és Nikodémus. Hogyan viszonyult Jézus az egyházi vezetőkhöz, mint mindenkihez szeretettel? Elfogadta Simon farizeus meghívását, elment a házába, ott töltött vele több órát a vendégeivel és a tanítványaival együtt, elment Jairus lányát feltámasztani, Jairus is egy zsinagóga fő volt. Jézus mindenkit szeretett, Jézusban nem volt előítélet, de a szeretet ugye nem annyit jelent, hogy mindenkit helyben is hagyjunk a tévedéseiben, a rossz szokásaiban, hogy Jézus azért meg is mondta az egyházi vezetőknek, kinek mondta meg először, aki őt ének idején fölkereste Nikodémusnak, aki félt attól, hogy majd elbocsátják talán az állásából, hogy a Názáreti mellett mutatkozik. És amikor föltette a kérdéseit, Jézus azért nem mulasztott el figyelmeztetni, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Hát hogy tanítod az embereket, hogyha magad se vagy tisztában Isten dolgaival? Aztán Jézusnak heves vitái is voltak az egyházi vezetőkkel. János evangéliuma kiegészítés képpen ezeket sorról sorra veszi János evangéliuma 5. fejezetétől egészen a 12. fejezetig szinte más se olvashatunk, mint azokat a nagyon heves vitákat, amelyeket Jézus folytatott, és amelynek első vitáján mindjárt meg is akarták ölni. Jézust egy fél tucatszor meg akarták ölni. És egy-két kivételtől eltekintve, például amikor Názáretben a saját atya fiai akarták megölni, azért mindig a vallási vezetők adták ki a parancsot, hogy fogják el vagy Lázár feltámasztása után Jézussal együtt Lázárt is meg akarták öletni. És végül kapóra jött Júdásnak a felajánlkozása, és így Júdás segítségével tudták letartóztatni a gecsemáné kertben, és utána nem gonosztevők végeztek Jézussal, nem az erdő szélén verték agyon, hanem szabályos tárgyalás, hat kihallgatás során, és a római helytartó elé terjesztve az egyházi vezetők mondták azt, hogy jobb egy valaki akinek elveszni, mint hogy az egész nép eltávolodjon tőlünk és őt kövesse. Jézus azonban nem csak az ővéit, a tanítványait szerette, hanem szerette az ellenségeit is. Szerette ezeket a vallási vezetőket is, de néven nevezte a bűneiket. Mérges kígyók nemzetségeként mondta őket, még Máté Evangélium a 23. fejezetében is, néhány nappal a halála előtt. A kovászuktól, az eszméiktől, az elveiktől azt mondta a tanítványainak, hogy őrizkedjetek a sadduceusok és farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Ezt olvassuk Máté Evangélium a 16. fejezetében. De van egy különleges igehely, ez Lukács 12.1, amely szerint Jézus egyszer azt tanította, hogy mindenek előtt, őrizzétek meg magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Nagyon érdekes igehely ez, mert Jézus nem azt mondta, hogy mindenek előtt ne legyetek gyilkosok, vagy mindenek előtt ne raboljatok, vagy lopjatok, vagy mindenek előtt ne törjetek házasságot, hanem Jézus azt mondta, hogy mindenek előtt őrizzétek meg magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatást. A képmutató vallásosságot ítélt el Jézus leginkább. Azt a képmutató vallásosságot, amikor az emberek jónak akartak tűnni, holott telve voltak hibákkal, védkekkel, de az emberek előtt meg akarták játszani, hogy ők a vallásos emberek, sőt ők a nép vezetői, ők egészen más elbánást érdemelnek, ők más tiszteletet igényelhetnek maguknak. Jézus szerint a legsúlyosabb dolog a képmutatás. Miért? Mert a képmutatással az ember ellehetetleníti önmagát. Nem csak embereknek hazudik, hanem önmagának is hazudik. Nem csak megközelíthetetlenné teszi magát az emberek irányából, de Isten irányából is megközelíthetetlenné teszi magát, mert azt mondja, hogy ő jó, ő neki nincs szüksége orvosra, ő nem beteg, ő egészséges, ő neki nincs szüksége vezetőre, mert ő pontosan tudja, hogy mit kell tenni. Jézus előtt csak két embertípus létezett. Az egyik embertípus, aki bevallotta a bűneit, fájlalta a bűneit, és szabadulni akart ezektől. A másik embertípus, aki igazolta a bűneit, és úgy tüntette fel, mint erényeket, és az emberek előtt köztiszteletben állónak akart maradni. Ez utóbbival Jézus nem tudott mit kezdeni. János Evangélium a 9. fejezete őrizte meg a vallási vezetőknek mondott egyik legsúlyosabb mondatát, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de mivel azt mondjátok, hogy látunk, így a ti bűnötök megmaradt. Jézus nem tudott mit kezdeni azokkal az emberekkel, akikből hiányzott az őszinteség. Nem tudott mit kezdeni azokkal, akik folytonosan magyarázkodtak és megmagyarázták minden gonoszságukat és gazdetteiket is. Ezért mondta Jézus, hogy mérges kígyók nemzetsége. És ezért mondta, hogy ez egy kovász, mert ugye más emberekkel el lehet hitetni, hogy én milyen jó vagyok, és előkelő, és vallásos, és köztiszteletre méltó. De ez a kovász aztán dagad-dagad, és odáig dagad, hogy az emberek az egész vallást képmutatásnak tartják. Ez a vizet prédikál és bort iszik. Hajaj, hát ez nem csak a zsidóknál volt, meg a kereszténység időszakában is, mind a mai napig bőven megvan, hogy az emberek és a vallási vezetők nagy hangon kimondanak dolgokat, kegyes, ájtatos dolgokat tanítanak, és közben Jézusnak ezt kellett mondani róluk az emberek számára, hogy emberek, amit tanítanak, és azt a Bibliából tanítják, azt hallgassátok meg, sőt cselekedjétek meg Isten segítségével, de hogy ők cselekszenek, hogy nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és tesznek az emberek vállára, és megnehezítik a vallást az embereknek, mint hogyha az egy olyan bonyolult, körülményes, és emberiek szinte lehetetlen dolog lenne, ők maguk egy kis ujjal nem érintik meg. Ez a bizonyos nyolc jaj mondás. Máté Evangélium a 23. fejezetében a vallási vezetőkről, a Bibliának egyik legmegrendítőbb részete, hogy nem az ateizmus a nagy probléma. Még jelenések könyve a harmadik fejezetében is azt mondja Jézus, hogy nem a hideg a nagy probléma, hanem a lanymelegség a nagy probléma. A forró, az igazi, az őszinte, a lelkes Krisztus követés és Isten hit, ez az igazi, azzal együtt, hogyha valaki hibázik, őszintén vallja be, mert máshogy Isten sem tudja fölemelni, de az, hogy valaki másnak mutatkozik, jónak állítja be magát, közbe pedig fehére meszelt sír, és a szunyogot megszűri, a tevét pedig lenyeli, ajjaj, miféle kifejezések ezek, és ezek Jézus szájából röppentek föl, és Jézus tanította ezeket, igaz, hogy csak a szolgálatánk a legvégén, hiszen Jézus nem kockáztatta, hogy mindjárt ajtós túront a házba, és hogy említettem, Jézus szerette nem csak a tanítványait, nem csak az egyszerű népet, ezeket az embereket is, hiszen mindenkiért az életét adta, mindenkiért meghalt, ez volt a földi küldetése, mindenkinek felajánlotta Isten kegyelmét. De hogyan hihet a kegyelemben az, aki önmagában hisz? és aki önmagában hisz, és önmaga cselekedeteit cselekszi, hogyan hihet abban, hogy Isten a kegyelem és a hit által erőt ad egészen másfajta cselekedeteknek a műveléséhez. Ezért volt nagy lehetetlenség, hogy a vallási vezetőkkel szót értsen Jézus. Végül is az ő szavazatuk ölte meg őt. Végül is a 71 tagú főtanácsból csak ketten álltak mellé. Ők viszont teljes erejükből megrendezték Jézus temetését, és a régi keresztény hagyomány szerint az őskeresztény egyház oszlopai lettek. Ne felejtsük el, Jézus számára csak két embertípus létezett. Az egyik, aki szabadulni akar a rosszból, a bűneiből, a másik, aki igazolja azokat, és ezért benne akar maradni. Jézus csak az első csoportba tartozókkal tudott mit kezdeni. Ezért volt, ha úgy tetszik, nagyjában egészében sikertelen az ő törekvése a vallási vezetőkkel szemben.